Veszteség a baromfi ágazatban. A koronavírus járvány mellett a madárinfluenza is hatalmas bevételkiesést okozott. Inkubátorház Nagykállóban, az 1600 négyzetméteres létesítményben 5 csarnok és 3 iroda kapott helyet. Nagy tervek Vállajon, a községháza korszerűsítése, turisztikai fejlesztés és kerékpárút építése is szerepel a rövid távú tervek között. ...4136 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 225.209 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Közülük 11.548-an Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élnek, elhunyt 165, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 5.142 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg közel 66 ezer fő. 7.732 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 649-en vannak lélegeztetőgépen. Idén majdnem felére csökkent a Vágóhídra került libák száma, melyben nem csak a koronavírus járványnak, hanem a madárinfluenzának is nagy szerepe volt. Utóbbi miatt az elmúlt egy évben több mint 30 milliárd forintos bevétel kiesést könyvelhetett el a baromfi ágazat. Mivel a napokban több európai országban is azonosították a madárinfluenza vírus intenzív jelenlétét olyan vadmadarakban, amelyek vándorlási útja Magyarországot is érinti, az országos főállatorvos elrendelte a baromfik azonnali elzárását. A baromfi szektor a legnagyobb hazai állattenyésztési ágazatnak számít. Az alapanyag termelésben 250 milliárd, a feldolgozott termékszegmensben pedig mintegy 500 milliárd forintnyi éves termelési értéket állít elő. A piaci szereplők 50-60 ezer munkavállalót foglalkoztatnak, termelésükkel 140-145%-os önellátottsági szintet érnek el, és a második legjelentősebb értékű agrártermék exportot bonyolítják le. A 2020-as év azonban nem tükrözi ezeket a számokat, derült ki a baromfi terméktanács legutóbb közzétett jelentéséből. Ennek oka, hogy az ágazatnak idén nem csak az értékesítést megnehezítő koronavírus járvánnyal, hanem a madárinfluenzával is meg kellett küzdeni. Erre pedig télen a vándormadarak érkezésével is fel kell készülni. Nagyon nagy küzdelmek kellett folytatnunk egész tavasszal, és tavasz után végül sikerült leküzdenünk, ezért az exportpiacaink megnyíltak végre. Lehet szállítani újra Japánba is és Ázsiába is. Baromfi termékeket nagyon komoly eredményez, és nagyon komoly lehetőség magyar állategészségügynek, nagyon hálásak vagyunk ezért a nagyon fontos munkákért. Ugyanakkor itt a tél, és a vándormadarak újra érkeznek, és bizony ezek hozzák magukkal a vírust. Nagyon vigyáznunk kell arra, hogy az állatinkat zárt körülmények között tartsuk. A vendéglátó szektor kiesésével egyik napról a másikra az élelmiszerpiac 25%-a tűnt el. A madárinfluenza kitörése pedig összesen mintegy 30 milliárd forint kárt okozott. A baromfi ágazaton belül Aliba és Kacsamáj termékpálya a leginkább érintett, ahol egyidejűleg okoz gondot a kereslet és kínálat csökkenése. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet adatai szerint az első fél évben 47%-kal kevesebb libát és 30%-kal kevesebb kacsát vágtak az elmúlt évek átlagához viszonyítva. Az agrárminiszter szerint a téli időszakban is a vízi szárnyasok vannak leginkább kitéve a madárinfluenza veszélyeinek, így felerősödik a gazdák szerepe az állattartás feltételeinek megteremtésében. Tehát végtelen fontos az a tenyésztők részéről, hogy nagyon fegyelmezett tartási körülményeket valósítsunk meg, mert az egész ágazat sorsa függ ettől. Akkor, amikor egyébként emelkedő takarmányárak vannak, és csökkenő feldolgozott árcsökkenés van, ez a kettő annyira feszíti egymást, olyan nehéz helyzet eleve az ágazatnak, annyira megfontoltan kell dolgozni, hogy nem lehet, hogy kockáztassuk a tenyészértékünket azzal, hogy nem tartjuk be az általánosi szabályokat. Mivel a napokban több európai országban is azonosították a madárinfluenza vírus intenzív jelenlétét olyan vadmadarakban, amelyek vándorlási útja Magyarországot is érinti, az országos főállatorvos elrendelte a baromfik azonnali elzárását. A zártan tartás minden olyan állományra vonatkozik, ahol a kifutó felülről és oldalról nem védett megfelelő erősségű madárhálóval. A szabályok értelmében többek között a takarmányt zárt, fedett helyen kell tárolni, az állatok megbetegedését, illetve annak akár a legcsekélyebb gyanúját azonnal be kell jelenteni az állategészségügyi szolgálat felé.
Közel 700 millió forintos beruházás eredményeként inkubátorházat adtak át Nagykállóban. Az 1600 négyzetméteres létesítményben 5 csarnok és 3 iroda kapott helyet. Az épület együttesben helyi és környékbeli cégek végezhetnek termelő, szolgáltató és logisztikai tevékenységet. Az új létesítménnyel nőtt Nagykálló versenyképessége, a térség gazdasági vonzóereje. A járványhelyzet miatt csak szűk körben tudták megtartani szerdán az új inkubátorház átadóját. Nagykálló bízik a vállalkozásokban, noha az ipari parkja kezdetben nehezen települt be, azóta felgyorsult ez a folyamat. Az inkubátorháznak a felépítése úgymond egy második nagy lépést jelent Nagykállóban. Reméljük, hogy ezt további lépések fogják követni. Jelesül be fog települni a nagykállói inkubátorház, és az ipartelepítés részeként az ipari parkban is az üzemek be fognak indulni, ami több száz új munkahelyet fog jelenteni. Az inkubátorházban már zajlik a termelés, térköveket gyárt az egyik helyi vállalkozás. Ezen kívül már két nyíregyházi érdeklődője is van az új létesítménynek. A város szempontjából ez a legnagyobb érték, mert olyan adózók jönnek a városba, akik eddig máshol folytatták ezt a tevékenységet, arról nem beszélve, hogy nyilván, ha bővülni akarnak, újulni akarnak, akkor előbb-utóbb a nagykállói munkavállalókat is igénybe fogják venni, és új munkahelyeket valósítanak meg. Ugye ez mindegyik, mind a kettő létező cégről van szó, ugye nem újonnan alakuló, bár arra is nyitottak vagyunk. Van, ugye ez elsősorban ipari, asztalos és fémipari tevékenységekről van szó, de emellett ugye nyitva vagyunk, vannak érdeklődők mezőgazdasági vonalról is. A betelepülő vállalkozásoknak az első és második évben kedvezményt biztosítanak a bérleti díjból és a közös költségből, ezzel is segítve elindulásukat. Az 1600 négyzetméteres épület együttes 4 üzem és egy logisztikai csarnokot, 3 irodát, valamint egy tárgyalótermet is magában foglal. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tárcavezető helyettese szerint a beruházás a jövő munkahelyeiről szól, hiszen azzal is foglalkozni kell a pandémia idején, hogy hogyan készülünk fel a vírus utáni időszakra. Az ország jelene és jövője szempontjából pedig ebben kulcsfontossága van az innovációnak. Az elmúlt hónapokban láthattuk, hogy nem csak az egészségügy vagy a gyógyszeripar területén van nagy szükség a gyors megújulásra és a fejlesztésnek a képességére, hanem valójában a gazdaság minden területén, minden ágazatában. Az inkubátorház 660 millió forintos topos forrásból valósulhatott meg, amelyhez az önkormányzatnak 30 milliót kellett hozzátennie. Arra, hogy az ilyen beruházások a jövőben is megvalósulhassanak, a következő 7 éves Európai Uniós ciklus forrásai adnak lehetőséget. Már folyamatban van a fejlesztési program kidolgozása, amely március végére készülhet el. Az első pályázatok azonban már a jövő évelején megjelenhetnek. A folytatásban is nagyjából ugyanazzal a program struktúrával számolnak, mint az eddigi időszakban. Az összes rendelkezésünkre álló uniós program, mármint Magyarország rendelkezésre álló uniós program 20%-a, az a leendő top 2, vagy már teljes nevén versenyképes Magyarországi operatív program rendelkezésére fog állni. Nagyjából ez összegszerűen is annyit jelent, mint az elmúlt 7 évben, a pontos számot még nem ismerjük. Ez Nyíregyházzal együtt majd 150 milliárd forintos megyei fejlesztés volt. Mint az eseményen elhangzott, noha a nagykállói a járás eddigi egyetlen inkubátorháza, a folytatásban több más településen is szeretnének létrehozni ilyet. Közel 25 millió forintból újulhat meg a községháza Vállaljon. A település a Magyar Falu program keretében pályázott és nyert támogatást. A tetőszerkezet cseréjén túl energetikai fejlesztést, fűtéskorszerűsítést is tartalmaz majd a beruházás. Emellett a megyei turisztikai fejlesztésnek is állomása Vállalj. Ez a projekt a közbeszerzésnél tart. A magyar vidék fejlesztése érdekében a kormány 2018-ban meghirdette a Magyar Falu programot. Ennek keretében lehetett pályázni többek között orvosi eszközökre, óvodai játszóudvar és temetői infrastruktúra fejlesztésre, vagy éppen faluház felújításra. Utóbbira Vála is adott be a pályázatot, amit meg is nyert, így a községháza hamarosan korszerűsödhet.
Jelenleg egy régebbi épületben zajlik az ügyintézés, amelynek bár 5 évvel ezelőtt volt egy nagyobb felújítása, nem sikerült mindent megvalósítani. Az elnyert pályázatból most a tetőszerkezetet szeretné lecserélni az önkormányzat, illetve bár napelemekkel már rendelkezik az épület, a fűtést még korszerűsíteni kell. A tervek szerint elektromos fűtésrendszert építenek ki, és felhasználják majd a megújuló energiát is. A megyei turisztikai fejlesztés keretein belül is hamarosan elkezdődik egy nagy beruházás Vállajon. Vállalat esetében ez egy régi sváb építészeti kultúrára emlékeztető háznak a felújítása lesz, amely a turisztikai útvonalba esik, hiszen nagyon sokan mennek itt a határátkelő helyen át, nem csak Csíksomjóra, hanem Nagykárolyba, a kastélyba is a határ túloldalán lévő látványosságokat is megnézik, ahol ennek egy pihenője lenne, illetve ennek egy bemutató része lenne. Ennek összege bruttó 53 millió forint. Az egyik legjelentősebb 5 kilométer hosszú mezőgazdasági útnak csak egy kis része újult meg eddig, ezt is szeretné folytatni az önkormányzat. Ezen az úton található a Krasznát át hidaló híd, a Kraszna híd, amely időközben az önkormányzat tulajdonába került vissza, és statikai felújítást is igényel. Most saját költségből egy burkolatot sikerült rá tennünk, mert már szinte használhatatlan és járhatatlan volt. De egy későbbi nagyobb volumenű felújítás, karbantartás, állagmegóvás is mindenképp indokolt lenne. Fontos lenne a település belterületi útjainak folyamatos felújítása is, hiszen, mint a polgármester fogalmazott, az elmúlt években jelentősen megnövekedett a nemzetközi forgalom. Nem csak a személygépjárművek, teherautók is gyakran használják a főutat, és ez meg is látszik rajta. A közmunkaprogram keretében sok járda megújult már, de még van mit javítani. Egyre többen használják a településen szabadidős tevékenységként a kerékpározást, ezért évek óta a tervek között szerepel, hogy kerékpárutakat építsenek Vállajon. A híd felújítására, az utak rekonstrukciójára, valamint kerékpárút építésre a Magyar Falu program keretéből nem kaptak támogatást, így ezek megvalósítására más forrást kell keresnie az önkormányzatnak. Napi 30-40 bejelentés érkezik sérült vagy kidobott állatokról az Állatbarát Alapítványhoz. A menhelyen jelenleg közel 200 kutya vár gazdára, így a korábbi hírekkel ellentétben nem hirdettek örökbeadási stoppot. Azt mondják, óvatosabbak és alaposabban megszűrik a gazdijelölteket, de ugyanúgy zajlik az örökbeadás, mint máskor. November 11-től a koronavírus terjedésének lassítása érdekében újabb szigorú intézkedések léptek életbe Magyarországon. Az este 8 és hajnal 5 óra közötti kijárási tilalom a kutyatartók esetében engedményeket tartalmaz. Amint egy 1,5 millió magyar app tulajdonos időkorlátozás nélkül este 8 óra után is sétáltathatja az állatot a lakóhelye 500 méteres körzetén belül. Ez azonban furcsa gondolatokat ébresztett néhány emberben. Volt egy-két olyan betelefonálónk, aki kifejezetten a korlátozások, kijárási tilalom időszakára szerettett volna úgymond ideiglenes gazdivá válni. Mikor mondtuk, hogy ez nem lehetséges, hiszen ugye, hogyha kimegy egy kutyánk családba, akkor az ugye arról szólna, hogy vagy örökre, vagy pedig, hogyha ideiglenes befogadó szeretne lenni, akkor addig, amíg a kutya gazdára nem talál, de nem egy meghatározott időre. Ezt ugye jeleztük, hogy ez nem működőképes, amit ő szeretne, akkor volt egy következő verzió, hogy hát jó, akkor ő örökbe fogad, és majd neki van úgyis egy másik lakása, és majd abban a lakásban elhelyezi ezt a kutyát. Hát természetesen ez sem opció, úgyhogy próbáljuk kiszűrni igen ezeket a jelentkezőket. Van, aki be is vallja egyébként, van, akinél viszont inkább a beszélgetés során bukik ki, hogy nem is gondolja ő ezt annyira komolyan. Emiatt a nyíregyházi menhelyen is szigorúbb ugyan a gazdijelöltek szűrése, örökbeadási stoppot azonban nem mondanak és nem is mondhatnak. Jelenleg ugyanis 190 kutya várja a telepen, hogy örökbe fogadják. Felmerült ugye egy-két menhely részéről, hogy teljes örökbeadási stoppot hirdetnek azért, hogy mi véletlenül se fussanak bele ilyen dolgokba. Ezt viszont nem is tehetnénk meg, hiszen mi területi alapon működünk, Szabolcs megye sajnos egy elég érdekes rész állattartás szempontjából az országnak, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag folyamatosan napi 30-40 bejelentés jön mind kóborkutyákról, mind gazdáskutyákról, akiket rosszul tartanak, akikről szeretnének lemondani, vagy nagyon rossz körül között vannak, és ha mi teljesen stoppot hirdetünk, és nem adunk kutyát örökbe, akkor újakat sem tudunk fogadni, márpedig ezt nem tehetjük meg. Az őszi-téli időszakban egyébként is visszaesik az örökbefogadási kedv.
Ilyenkor a külföldi partnerszervezetek aktívabban segítenek a nyíregyházi menhelyre bekerült kutyáknak otthon találni. Helyükre pedig 30 állat érkezne, ha lenne hova. Az Állatbarát Alapítvány azt mondja, a külföldi örökbefogadásoknak köszönhető, hogy nem gyűlik össze kezelhetetlen mennyiségű kutyatömeg Nyíregyházán. Vereséget szenvedett az őszi szezon záró fordulójában a Nyíregyháza Spartacus Gálhidi György együttese az Ajkát fogadta, és a vendégek 2-1-es győzelemmel távoztak a városi stadionból. Az NB2 tabellájának 9. helyén álló Spari az előrehozott első tavaszi fordulóban vasárnap a Kaposvárt fogadja. 8 nap alatt 3 mérkőzésen lépett pályára, és 3-szor szenvedett vereséget a Nyíregyháza Spartacus. Ezekre a meccsekre azonban nem Gálhidi György vezetőedző, hanem az orvosi stáb állította össze a csapatot. A felnőtt keretből 10 játékos koronavírus tesztje pozitív lett, így ők karanténba vonultak, helyükre pedig fiatalok érkeztek. A Spari hazai pályán 2-0-ra kikapott a Szegedtől, majd a hétközi fordulóban a Vasas nyert 1-0-ra a nyíregyháziak ellen, legutóbb pedig az Ajka vitt el 2-1-es győzelmével a 3 pontot a városi stadionból. Keveset játszó és fiatal játékosok kerültek a csapatba. 3 mérkőzés volt, ez most nekünk nagyon rosszkor jött ez a sűrítés. Kellett folyamatosan konzultálni velük, hogy mennyire fáradtak, hogy érezték magukat a mérkőzésen. Amit láttunk az alapján, hogy mit kellett volna csinálni, vagy mit kell majd legközelebb csinálni, hogy minden rendben legyen. De mondom, hát az ellenfelek ezeken a mérkőzéseken sajnos előrébb tartottak, tehát a Szeged is, meg az Ajka is vírus után jött vissza, vagy ugyanolyan szép létszámú játékosuk, mint nekünk, csak ők egy héttel vagy két héttel előrébb voltak, és a vírus után már a régiek tudtak melózni, és tudtak, ha nem is mind a 3 mérkőzésen, de tudtak jó teljesítményt nyújtani. A Spari még 2 tavaszról előrehozott meccset játszik ebben az évben. Vasárnap a Kaposvárt fogadja, egy héttel később pedig Pécsre utazik Gálhidi György együttese. Nagyon fontos, hogy visszajön 5 játékos. Nem is 90 percre még, de ott vannak velünk, a héten már be tudnak szállni, ha nem is minden gyakorlatban, de már fokozatosan a közös edzésekbe. És ők biztos, hogy segítenek a jelenlétükkel is. Egy-egy fél időt tervezek 3-4 játékosnak, ezt kell jól megtalálnunk a személyeket, hogy ki tudunk esetleg többet játszatni, vagy ki tudunk lecserélni, hogyha kell éppen. Úgyhogy most ez lesz a legfontosabb feladat, hogy jól gazdálkodjunk a meglévő játékos állománnyal. Mindent meg fogunk tenni azért annak érdekében, hogy ez jól süljön el. Nagyon kellene a csapatnak is, a klubnak is, nekünk is, hiszen azért mi is emberek vagyunk, a győzelem minket is erősít, a vereség meg gyengít. Önbizalmilag elsősorban, úgyhogy mindent oda teszünk annak érdekében, hogy ezt a 2 meccset jól hozzuk le. Az NB2 tabellájának élén a bajnokság felénél a Debrecen áll 42 ponttal, megelőzve a 39 pontos Budaörsöt. A 27 pontos Nyíregyháza 9. helyen várja a folytatást. Végül nézzük a legfontosabb híreket ismét néhány mondatban. Az értékesítést a koronavírus járvány, az előállítást a madárinfluenza nehezítette meg a Baromfi ágazatban. Utóbbi miatt idén körülbelül 30 milliárd forintos bevétel kiesést könyvelt el a szektor, a betegségek pedig elsősorban a vízi szárnyasokat érintették. Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta, a szárnyasok védelmében a téli időszakban kiemelt szerepet kap a felelős állattartás, ezért az országos főállatorvos elrendelte a Baromfik azonnali elzárását. Közel 700 millió forintos beruházás eredményeként inkubátorházat adtak át Nagykállóban. Az 1600 négyzetméteres létesítményben 5 csarnok és 3 iroda kapott helyet. Az épület együttesben helyi és környékbeli cégek végezhetnek termelő, szolgáltató és logisztikai tevékenységet. Az új létesítménnyel nőtt Nagykálló versenyképessége, a térség gazdasági vonzó ereje. 53 millió forintból turisztikai beruházás, 25 millió forintból pedig a községháza felújítása valósul meg a közeljövőben Vállajon. A település ezekhez a projektekhez már elnyerte a szükséges pénzügyi támogatást. A Kraszna híd felújítása, a járdák és a kerékpárút kiépítése a Magyar Falu programba már nem fért bele, így más forrást kell keresni megvalósításukhoz az önkormányzatnak.
December 2-án szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, amellyel holnap este várjuk legközelebb Önöket. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Már a munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Éjjel fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem lesz. Az észak-keleti, majd a keletire forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -8-2 fok között alakul. Csütörtökön megnövekszik, meg vastagszik a felhőzet, a régió nyugati részén eső is előfordulhat. A keleti, majd a délkeletire forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4-8 fok között alakul. Az enyhülés tovább folytatódik, sőt erős déli széllel kifejezetten enyhe légtömeg áramlik a Kárpát-medencébe délfelől. Emiatt a naposabb tájakon pénteken és a hétvégén 10 fok fölé, néhol 15 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, az éjszakák pedig jobbára fagymentesek lesznek.